Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ahogy a képen látható, ennél a hölgynél, hogy fáj a fejed, bizonytalan vagy, vannak még félelmek, lehet, hogy vannak még kihívások, támadások mások részéről. De ez elmúlik. Ami a fő témát illeti jelenleg, azt itt látjuk ezen a képen, itt az érmékről, tehát anyagiakról, a munkáról, a hivatásról van szó, de ahogy a képen látható, itt vannak igazságtalanságok. Ezek nálad most a kihívások, különösen ami a munkádat és az anyagiakat illeti. Itt látható, hogy nálad megvan ez a tehetség. Ez az alkotó erő. De te bizonytalan vagy. Mások figyelgetnek téged, de nem kapod meg az elismerést. Ezek az igazságtalanságok most a munkahelyeden. Sőt, úgy bánnak veled, minthogyha te lennél a diák. Pedig te vagy a mester. Tehát jobb vagy a munkát illetően, mint mások, akik olyan kíváncsian figyelgetnek téged. Mindez kihat az érzelmeidre. Lehet, hogy ez foglalkoztat téged, emiatt van fejfájásod, és azon töprengsz, hogy tudnád védeni magadat, hogyan tovább maradj-e ezen a munkahelyen, vagy keres egy új lehetőséget. Az a fontos, hogy ügyelj az érzelmeidre, az álmaidra, a vágyaidra, az elképzeléseidre, és ne a mélybe tekints, hanem figyelj erre a szent képre, hiszen ez az elképzelés, ez a terv, és ez a terv megvalósítható. Itt ez a férfi segít neked, hiszen közeledik hozzád, ő is döntéseket hoz, keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled, és minden úgy alakul, ahogy a fő papnő ezt mondja. Hiszen a kezében van a sorsok könyve, és minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez le van írva. Ami a munkádat és a hivatásodat illeti, ez a kép jelenteti azt is, hogy itt lesz nálad egy új irány, munkahelyi változás, és jelent egy spirituális területet. Ami a párkapcsolatot illeti, a párod beszélni akar veled, tisztázódik valami, minden úgy lesz, ahogy a sors könyvében ez meg van írva, és itt látható a szerencse a párkapcsolatot illetően. Ennél a jóslásnál látható, hogy vannak még gondok, bizonytalanságok, igazságtalanságok, mindez kihat rád, kihat az érzelmeidre, de lesznek fontos döntések, lesz kommunikáció, esetleg munkahelyi változás, ami téged és őt illet, szerencse a szerelmet illetően. Amit tenni tudsz, figyelj oda erre a képre, hiszen ott ülsz, ezen a kincses ládán. És ebben a kincses ládában minden benne van, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. Ezt ki kellene nyitni. Te nem tudod, hiszen a kezedben van ez az érem, amit szorongatsz, amit fogsz, és addig, amíg nem tudod ezt elengedni, nem lesz itt nyitás. Engedj el valamit. Ez lehet a te érzelmed, a félelmed. Tedd át magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, akkor lesz egy új kezdet, ami itt látható,
a 10-es szám jelenti azt, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, ez lehet egy munkahelyi változás, de az érmék jelentik a belső értékeket is. Te értékes vagy számára, így lesz egy új kezdet a párkapcsolatot illetően, és akkor az érmék utalnak a föld elemére, reális dolgokra, és a biztonság érzetére. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!